Sportlövészet a Digisporton. Szelíd Szigor. Ezt a nevet kapta a Kisné Oroszi Editről szóló fejezet a Mesterművek című könyvben, amely 40 hazai utánpótlás edző portréját tartalmazza. A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium sportközpontja már több atlétikai versenynek adott otthont. A sportlövészet azonban a nemrég megrendezett Diákolimpiával debütált a Tolna megyei intézményben. A 2018-as évet lezáró érmesek vacsorájára 57-en kaptak meghívást, ami jól jelzi, milyen eredményes esztendőt tudhatnak maguk mögött sportlövőink. A Nemzeti Versenyszámok országos bajnokságán az amatőr mezőny legjobbjai küzdöttek az érmekért a Fehérúti lőtéren. Gurisatti Gyulának költöznie kellett, de sikerült ideális helyet találnia az edzéseihez. Végezetül pedig beszámolunk a 10 méteres Európa-bajnokság hazai válogató versenyeiről.